A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám támogatója és házigazdája Kovács Kata ceremóniamester. A műsorszám támogatója a Hímer Ház. Köszöntöm Önöket! Ez itt a Mennyasszony barátnője. Ebben az adásunkban a Hímer házba látogatunk, ahol megmutatjuk Önöknek, hogy mitől lesznek hitelesek az igenek, bemutatjuk a házasságkötőtermet, és azt is elmondjuk, hogy mitől számít kuriózumnak a Hímer ház az egész országban. Tartsanak velünk! 2012-ben lett a város hivatalos házasságkötőterme a Hímer ház. A lakatceremóniát, homokceremóniát és bármilyen szimbolikus szertartást tudnak nálunk kérni a párok. A nyári időszakban akár 10-12 esküvőt is le tudunk bonyolítani. Különleges helyszín az álomba illő igenekért, főként ezért választják a jegyes párok ezt a csodálatos környezetet a nagynapjuk helyszíneként itt, Székesfehérváron. Nem csak a városunk és Fejérvár megye, egész Magyarország kuriózuma, belvárosunk színfoltja, a Hímer ház. Ugye itt a Török udvar felől tudnak a Jókai utcán keresztül bejönni a Hímer házba a NASZ néptagjai, és amikor az ifjú pár már a Justícia teremben készülődik, adatokat egyeztetnek, akkor itt van ez a gesztenyés udvar, és egy kitűnő lehetőség arra, hogy a NASZ nép itt összegyűjjön. Itt szokta a ceremóniamester, a vőfély összevárni a kedves NASZ népet, és amikor a Hímer házból jeleznek nekem, hogy felmehetünk a NASZ néppel, és elfoglalhatjuk a házasságkötőtermet, akkor itt szólok a NASZ népnek, elindulunk fölfelé, ugye itt a gesztenyés udvarban ez egy kiváló lehetőség arra, hogy addig szépen összevárjunk mindenkit, és egyszerre akár 100-120 fővel is felmenjünk a házasságkötőterembe. Ahol aztán a polgári szertartás igazán álomba illő esemény lehet. 2012-ben lett a város hivatalos házasságkötőterme a Hímer ház. Igazából azóta tudnak hozzánk érkezni a párok. Ami nagyon fontos, hogy mielőtt a párok hozzánk bekerülnek házasságkötésre, minden esetben mindenképpen időpontot kell kérni az anyakönyvvezetőtől, tehát ez az első lépés, hogy az anyakönyvvezetővel időpontot kell egyeztetni. Az időpontokat gyakorlatilag egy hónappal, két hónappal a szándék bejelentést számítva ki kell kérniük. Az anyakönyvi egyeztetések után, a hivatalos egyeztetések után tudnak a párok átkerülni hozzánk. Mi gyakorlatilag kapcsolatban vagyunk az anyakönyvvezetőkkel, így akik ott beregisztrálnak, bekerülnek a rendszerbe, ők átkerülnek a Hímer házba. Egy műemléki épületről beszélünk, ami gyönyörű szépen lett felújítva. Egyedülálló az is, hogy ekkora létszámba tudnak hozzánk érkezni, tehát mi 100 főt tudunk leültetni, illetve arra is van lehetőség, hogyha picivel többen érkeznek, akkor oldalt is és a terem előterében is tudnak még várakozni. Nagyon fontos, hogy ahogy jönnek föl, nekik balra van a Justícia terem, ahol ugye az ifjú pár készülődik, ott egyeztetik az iratokat, illetve még pihennek, felkészülnek az igenekre. A NASZ nép tehát jobbra megy a házasságkötőterembe, az ifjú pár ugye pedig a Justícia teremben várakozik, ahova a NASZ nép nem mehet már be. Itt a Justícia teremben tartózkodik tehát az ifjú pár, és néhány perces egyeztetés után az anyakönyvvezetőhöz indulnak, ám ez csak akkor valósulhat meg, ha mindenki magával hozta érvényes iratait. Volt olyan, amikor a pár ugye nem nagy létszámban érkezett, tehát gyakorlatilag úgymond két tanúval jöttek a helyszínre, vagy volt, hogy egy tanúval, és ugye hát nem volt akkor plusz egy fő, tehát vagy a mennyasszonynak, vagy a vőlegénynek nem jutott úgymond tanú. És hát ugye ebben az esetben történt egyszer nálunk olyan, hogy valamelyik segítő kollega
ajánlotta fel, hogy akkor ő lenne a mennyasszonynak a tanúja a helyszínen. Az anyakönyvvezetők a Városháztér 2-n vannak, hozzájuk telefonon kell bejelentkezni, illetve mindenképpen személyes találkozón kell részt venni a pároknak, tehát ezen a személyes találkozón mind a két főnek ugye meg kell jelenni. Hozzánk a párok telefonon tudnak bejelentkezni szintén, tehát úgy tudjuk a párokat fogadni, hogy bejelentkeznek telefonon, gyakorlatilag szerdai és pénteki napon van ügyfélfogadásunk, tehát előre egyeztetett időpontban tudjuk a párokat fogadni. Amikor így bejelentkeztek és megvan az időpont, akkor látogatnak ugye el hozzánk. Itt az ügyintézésnél, ami nagyon fontos, hogy azt az igazolást, amit az anyakönyvvezető állít ki, ezt mindenképpen magukkal kell hozni a pároknak. Tehát itt a kolléganő ezt el fogja kérni, itt a helyszínen egyeztetni fognak, megbeszélik a polgári szertartásnak a menetét, felmérik a lányok is az igényeket, hogy miket szeretnének a párok az esküvőjükön. Amikor ezt átbeszélték, akkor gyakorlatilag utána már kapunk egy képet arról, hogy mit szeretnének a párok, és mi szerint koordináljuk őket a továbbiakba, segítjük őket. Mindig elmondjuk az esküvők előtt, és többször is felhívjuk a pároknak is a figyelmét erre, hogy maga a házasságkötésre mindenképpen el kell hozniuk fényképes igazolványt, illetve lakcímkártyát. Tehát az anyakönyvvezető is kérni fogja. Mi még pluszban fontos, hogy mindenképp érvényesnek kell lenni az iratoknak, tehát csak azt fogják elfogadni a helyszínen az anyakönyvvezetők. Ha sajnos a pár nem hoz, vagy esetleg egy tanú nem hoz iratokat, akkor a pár esetében akár el is napolhatják az esküvőt, vagy esetleg az utolsó időpontot úgymond megkaphatják, tehát valószínű abban az időpontban már az ő esküvőjük nem fog megvalósulni, illetve a tanú, hogyha nem hoz iratokat, vagy lejárt okmánnyal érkezik, ez egy kicsit könnyebb variáció, hiszen akkor új tanút lehet itt a helyszínen választani, és akkor egy új tanúval tudjuk a házasságkötést lebonyolítani. Plusz szolgáltatásokat tudnak kérni, tehát pezsgős kocintást, pezsgős felszolgálást, gyertyagyújtást, akár szülőköszöntést, illetve lakatceremóniát, homokceremóniát és bármilyen szimbolikus szertartást tudnak nálunk kérni a párok. Ugye ezt is szoktuk segíteni nekik, elmondani, hogy bizonyos eszközöket esetleg hol tudnak beszerezni hozzá, illetve hogy mivel kell készülni. Fontos azért itt ezt megjegyezni, hogy azért nálunk is ez bizonyos szintig koordinálva van, tehát mivel sok esküvőnk van egymás után, nem minden típusú ceremóniát tudunk sajnos lebonyolítani. Tehát ami kosszal jár, vagy olyan kimenetelű, azt nem feltétlen tudják sajnos nálunk a párok végbevinni. A pároknak gyakorlatilag az időpontjuk előtt, tehát az adott napon az időpontjuk előtt egy olyan 10-15 perccel kell korábban érkezni. Nem fognak tudni előbb jönni hozzánk, hiszen több esküvőt bonyolítunk le egy nap a házba, és amíg az előtte lévő esküvőt tart, ugye mi sajnos nem tudjuk a párokat felengedni. Viszont van egy olyan sajátosságunk, hogy van egy készülődő szobánk, úgymond, egy várakozó helyszín, amit tudunk a pároknak biztosítani. Ezt úgy szoktuk egyébként lekommunikálni a párok felé, hogy a párok a tanúkkal együtt érkezzenek egy 10-15 perccel korábban, mert egy asszisztens kollega várja őket a helyszínen, aki ebbe a szobába bekíséri őket, és az adategyeztetést itt lebonyolítják, tehát elkérik a személyes iratokat, esetleg a gyűrűket, hogyha ugye a gyűrűt be kell készítenünk, átbeszélik újra az esküvőnek a menetét, a megrendelő alapján ugye, amit korábban már elkészítettünk, felvettek, és amikor mindent úgymond letisztáztak, illetve rendben voltak az adatok, és érvényesek voltak az iratok, utána kerülnek át az adatok ugye az anyakönyvvezetőhöz. A pár még itt szokott várakozni ebbe a szobába, mert az előtte lévő esküvőnek ugye le kell mennie. Ha lemegy az esküvő, akkor utána az asszisztens szokott szólni a lent várakozó násznépnek, akiknek olyan 5 perccel korábban kell érkezni az időpont előtt, akkor tudnak már feljönni a terembe. A teremnél annyit kell még tudni, hogy két irányba megközelíthető, tehát akik bent vannak már házasságkötésen, ők másik irányba fognak távozni. Tehát gyakorlatilag a két násznép nem fog keveredni, nem fog már találkozni a helyszínen. Így ugye nekünk is van arra
lehetőségünk, hogy a termet újra felkészítsük, újra berendezzük úgy, hogy a pár tudjuk fogadni. A hidegebb időben kevesebb esküvőt tartanak. A novemberi időszaktól gyakorlatilag így a február végéig bezárólag, talán még a március, itt azért egy alacsonyabb létszámba működünk. A hétvégente szombati napokon általában egy olyan 5-6 esküvőt szoktunk tartani, míg a nyári időszakban akár 10-12 esküvőt is le tudunk bonyolítani. A leggyakrabban a párok hétvégén szoktak esküvőt tartani. Mi nálunk is úgy van, hogy a szombati napok, amik a legjobban tele vannak, pénteken is lehet már esküvőt tartani nálunk, illetve újabban hétköznapokon is, viszont hétköznapokon munkaidő után, tehát azt jelenti, hogy 4 órától kezdve kérhetnek ki időpontokat. És a jegyeseknek az is fontos információ lehet, hogy itt a házasságkötő teremtől néhány lépésre a gyönyörű Moskovszki teremben kreatív fotózásra is van lehetőségük. A szertartás végén ugye az anyakönyvvezető átadja az okiratot számukra, és ő kíséri ki az ifjú párt, viszont nem erre, amerre ugye bevonult az ifjú pár ünnepélyesen, hanem itt karonfogja őket, és itt az oldalsó kijáraton vezeti ki őket, és majd, amikor ők már erre sétálnak, én akkor megyek a násznéphez, és ezen a folyosón keresztül hagyjuk el a termet lefelé a lépcsőn, és érünk ki a Jókai utcára. Ebben az adásunkban a Hímerházba látogattunk, de a következő alkalommal is érdemes lesz velünk tartaniuk, akkor ugyanis egy ifjú párt mutatunk be önöknek, akiknek ezen a nyáron lesz az esküvője. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! A műsorszámot támogatta a műsor házigazdája Kovács Kata ceremónia mester. A műsorszámot támogatta a Hímerház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.